A megyeszékhelyek közül országosan Sepsiszentgyörgyel az első helyen a népszámlálás önkitöltős fázisában való részvételi arány tekintve. Azonban nem elég kitölteni az ívet, ellenőrizni is kell az érvényességét, hangsúlyozta Antal Árpád polgármester. Rendkívül magas, 10% fölötti azoknak a kérdőíveknek a száma, amelyeket még nem érvényesített, vagy nem validált a statisztikai hivatal. Legfontosabb most az ellenőrzés, mondta Antal Árpád a népszámlálás kapcsán tartott sajtótájékoztatóján. Mivel az online kitöltött adatlapok 1/10 hiányos vagy hibás, ez pedig nem minden esetben jut a kitöltő tudomására. Sepsiszentgyörgy főterén péntektől ellenőrző pontot hoztak létre. Hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között, vasárnap 10 és 16 óra között bárki betérhet ide, hogy ellenőriztesse az önkitöltött adatok helyességét. Ha hiányosság adódik, a sátorban azokat is azonnal korrigálni tudják. Aki eddig még nem számláltatta meg magát online, arra kérik, ezentúl már ne is tegye önmaga, inkább keressen fel egy összeíró pontot. Nagyon fontos, hogy a kitöltött kérdőívet 7 napig ellenőrzi a statisztikai hivatal, tehát aki mai napig nem töltötte ki, az nagyon fontos, hogy már csak az összeíró pontokon töltse ki a kérdőívet, hiszen akkor az biztos érvényes lesz, és így igényelheti a fizetett szabadnapot. Ha otthon töltenék ki, akkor ebből a periódusból, amikor ellenőrizheti, hogy helyes vagy nem helyes, már ki fog futni az adott illető, és akkor nem tudja igényelni ezt a szabadnapot. Május 27-ig még van lehetőség felkeresni az összeíró pontokat, és aki ezt megteszi, az nem csak szabadnapot kap, hanem ingyen kávéval is megvendégeli az önkormányzat. Sepsiszentgyörgyön 5 helyszínen lehet beváltani az utalványukat. Nem csak a család képviselője, de az összes családtag után jár az ingyen kávé.